A romániai helyzettel folytatjuk. Nem sokkal ezelőtt drámai beszámolót mutatott az egyik romániai hírtévé. Idézem szó szerint, hogy mi hangzott el. Háborús állapotok uralkodnak a kórházakban, a betegségben elhunytak már nem férnek el a halottasházban, a folyosókon fekete zsákokba helyezett holttestek sorakoznak. Ezt jelentette tehát nem sokkal ezelőtt az egyik román hírtévé. Az utóbbi néhány hétben valamennyire felgyorsult az oltási kampány, de így is csak a lakosság 31%-a kapott eddig legalább egy vakcinát Romániában, emiatt van a baj. Már csak a folyosókon tudják elhelyezni az új betegeket ebben a bukaresti járványkórházban. Sokan rögtön oxigénpalackot is kapnak, mert már nehezen veszik a levegőt. Az itt fekvők többségét tegnap este vettük fel, de nem volt már szabad ágyunk, ezért várniuk kell. Már elkezdtük átszállítani a betegek egy részét, és több gyógyult is távozik, így talán lesz elég helyünk, magyarázta az egyik orvos. Nem csak a férőhelyekből van hiány a román kórházakban, hanem felszerelésből is, főleg oxigéndúsítókra lenne szükségük. Ilyen berendezésekből 200 darabot ajánlott fel most Romániának az Egészségügyi Világszervezet. De orvosokból és ápolókból sincs elég, pedig a súlyos betegek ellátása szaktudást igényel, ezért orvostanhallgatók is segítenek. Az egyik önkéntes azt mondta, nem tudja lesz ereje végigcsinálni a negyedik hullámot. Úgy látom, ez a legrosszabb időszak a járvány kitörése óta, most a legsúlyosabb a helyzet. Az elmúlt napokban szinte minden betegnek oxigénmaszkra van szüksége, vannak, akik a folyosón, tábori ágyakon várakoznak, mondta az önkéntes. Egy másik bukaresti kórházban lenne még ágy, de nincs hely, ahova tegyék, így itt sem tudnak mindenkit megfelelően elhelyezni. A sürgősségi osztályon a legrosszabb a helyzet, ott minden beteg helyére egy másik is vár. A súlyos betegek 90%-a olyan, aki nem vette fel egyik vakcinát sem. A röntgen felvétel alapján már a tüdőm 50%-át érinti a betegség, én ugyan nem oltattam be magam, de ha jobban leszek, felveszem a vakcinát, mondta egy beteg. Romániában az emberek 35%-a kapott eddig védőoltást, ezzel itt a második legrosszabb az átoltottság az Európai Unióban. Az egészségügyi tárca államtitkára az M1-nek azt mondta, a drámai helyzetet látva egyre többen kérik az oltást. Mióta a hullám, a negyedik hullám ekkora mértéket vett, meg 10-szereződött, meg 15-szereződött az első oltást megkapóknak a száma, 2300-ról 2500-ról elértük a 30 ezer fölötti első oltakozók számát. Aki a Johnsonnal él, ugye a 10 napra rá már védetnek mondható, tehát még a mostani hullámban is a beoltottsága akár segíthet abba, hogy ez a hullám egy picivel alacsonyabb legyen. Romániában már megközelítette a 180 ezret az aktív koronavírusos esetek száma, ami a legmagasabb adat a járvány kitörése óta. Országszerte már több mint 42 000 ember vesztette életét a kórszövődményei miatt.